jótékonysági sütivásáron gyűjtöttek a keszthelyi művésznő Natalia Vovna javára. A 2015 óta Keszthelyen élő orosz asszonynál rákot diagnosztizáltak, azonban letelepedési engedély hiányában nem jogosult ingyenes ellátásra. Ezért többen összefogtak az elmúlt időszakban, és számos rendezvényen gyűjtöttek Natalia javára. Vasárnap a Klassz Klub Bisztó előtt szerveztek sütivásárt, ahol házi készítésű édességekből válogathattak az érdeklődők. Az ételintoleranciával élők is találtak maguknak süteményt. Az édességekért mindenki saját belátása szerint becsületkasszába fizethetett. Az eseményen Natalia Vovna és párja, Konstantin Kasin is részt vett. A sütivásáron 171 000 forint gyűlt össze.